Az egyéni megmérettetés után a párosok csatájával folytatódott a városi tekból bajnokság. A sportág egyre több embert hódít meg, hiszen nem szükséges hozzá sportolói képzettség, a technikai megoldásokat pedig egy kis ügyességgel és labdaérzékkel gyorsan el lehet sajátítani. A sport és ifjúsági iroda programja mellé több helyi kötődésű sportbarát is felsorakozott. Mivel gyerekkorom óta sportolok én is, és szeretem a futballt, szeretem a labdát, így akik ismernek, ezt tudják, de a tékball az egy nagyon-nagyon új dolog volt számomra is, amikor a Jenő ugye megkeresett, hogy kellene egy kis szponzor. Megmondom őszintén, hogy tök örömmel mondtam neki igent, és azóta, ahogy látjátok ti is, egészen kinőttük magunkat. Az idei strand sportnapok egyik jelentős állomása az 5. tekból bajnokság, amely a rekkenő hőség ellenére is szép számmal vonzotta a nézőket és a résztvevőket is a tófürdőn létesített asztalnál. 15. alkalommal rendezzük meg a strand sportnapokat, és ezen belül 5. alkalommal próbáljuk megszervezni minél magasabb szinten a tekball sportágat, mely egyrészt talán egy jó játék, egy jó ismerkedés egy új játékkal, illetve hát eldönteni, hogy a városi párosi bajnok ki lesz majd Szombathely megyei városnál. Nem csak Szombathelyről, hanem a szomszédos vármegyékből is érkeztek párosok. A szurkolók látványos labdameneteket nézhettek végig. Varga Jenőnek köszönhetően a tekból körbajnokát is jutalmazták a nap során. A bajnoki címről az utolsó forduló döntött. Dezamics Dominik és Varga Máté párosa végzett az első helyen, megelőzve az zalaegerszegi Boyer Sándor, Kósa Nimród, valamint a Kovács Ádám, Biácsi Ferenc duót.